ma Orbán Zsolihoz megyünk, és én leszek. Ó, mikor én már? Na, és én leszek a riporter. Na, ott vagyunk már. Itt, megjöttünk. Aranyos kutya, hogy hívják? Jesse-nek, ő az őrkutya. Ő tartja távol a macskát. Ő az őrkutya, távol tartja a macskákat. Szia, Jesse, napolj tőlem. Gyere ide, Dodóhoz. Hello, szia, puszi. Nagyon szeretem a kutyákat. Szia, Jesse! Mit tehetünk azért, hogy minél kevesebb állat pusztuljon ki? Hát az ellen nagyon sokat tudunk tenni, és nagyon sokat kell is tenni, mert ugye... Én akarok, mit csinálja? Hát például ugye, amit most majd meg fogunk nézni, ez a madárbarát kert tevékenységek. Ugye ez jó a környezetünknek, mert több élőlény találja meg a számítását körülöttünk, és miközben ők itt vannak mellettünk, egy csomó hasznot hajtanak, összeszedik a rovarkártevőket, a szúnyogokat, amik csípnek minket, betegséget okoznak nekünk, vagy mondjuk a kutyáknak, háziállatoknak. Eközben mi gyönyörködhetünk is bennük. Én már annyira kíváncsi vagyok. Kíváncsi Dodó. Madárbarát kert programmal fogunk most majd megismerkedni, kimegyünk, egy csomó dolgot megnézünk, de alapvetően én itthonról dolgozom, nagyon sokan ugye ismerik ezt az egészet, monitor, klaviatúra, számítógépen, interneten keresztül éljük a világunkat és tevékenykedünk. Nekem ezen a második monitoron, ugye megmutatom, hogy hogy működik, egy kis ilyen Skype PC kamerát tettem az ablakba, és hogyha itt látom, hogy valami történik a madárbarát kertbe, akkor odafordulok, és a fényképezőgépek segítségével, ami videózni is képes, meg tudom örökíteni, és hogyha megörökítek itt mondjuk valamilyen történetet, akkor általában nagyon sok fotó, videó készül, és ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy ilyen ismeretterjesztő mondjuk honlapanyagok szülessenek. Ugye kb. 20 napja adtuk ki egy hírt és közleményt, amikor megjöttek ezek a nagyon kemény fagyok, hogy dermesztően fagyos napok jönnek, és hogyan tudják az emberek itatással segíteni a madarakat, és az egész azért volt igazándiból hatékony és érdekes és eredményes, mert innen az ablakból keresztül sikerült lefilmezni azt, ahogy ez a harkály reggel, amikor még nem jutottam ki és nem cseréltem ki az itatóba befagyott jeget langyos vízre, akkor ez a harkály elkezdte a csőrével szétkopácsolni a jeget és a jégszilánkokat itta gyakorlatilag, és erre a többi madár is rájött, és szedegették össze a harkály által készített jégszilánkokat. Tehát ez az egésznek a lényege, hogyha az ember valamit csinál, arról tudjon fotókat, videókat készíteni, mert így sokkal érdekesebbé teheti az információt, ami ezáltal sokkal jobban megérdekli az embereket, sokkal többen figyelnek oda rá, és sokkal többen fogják utánozni. Ez a madárbarát kert működés közben, tehát úgy rendezzük, hogy a madarak jól érezzék magukat az ablak előtt, és akkor így szépen mi is láthatjuk, hogy mi zajlik itt. Nem kell nagyon rákészülni, nem is kell feltétlenül expedíciókra menni, persze az is nagyon jó buli, de a mindennapok folyamán is így gyakorlatilag láthatunk hihetetlen izgalmas, érdekes madaras és egyéb állatokkal történő eseményeket. Jó, akkor megmutatod majd a kertedet? Persze. Hát őt megmutatja. Jó. Én is akarom lambát Jesse-nek áldobni! Várjál! Tamam! Oda ügyes kutyám!